Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Szép múltra visszatekintő hagyománya van Nyirádon, hogy éltetik a komatászokását. Számos civil összefogásával gondosan készülnek a hozzávalók, melyek egy része a települési értékek körébe tartozik, valamint ételeket és kézműves termékeket tartalmaznak a komakosarak. Az önkéntesek örömmel szállítják ki az újszülöttek családjaihoz az ajándékokat, és ezzel jelképesen a családot a közösség tagjává fogadják. Húsleves gazdagon, sültek, sütemények, horgolt kis ajándékok, képek. Felsorolni is nehéz, mennyi mindent gyűjtenek össze a jó szándékú és hagyománytisztelő aktivisták a nyirádi hivatal egyik helyiségében. Roskadozik az asztal, igaz, ma három újszülött köszöntésére készülnek. Helyi termelőktől, helyi kézművesektől és felajánlóktól fix tárgyakat hozunk a repertoárba, amit egy éven át megállapodás keretében kivitelezünk, és egyedül a változó elemek a főzés kivitelezői, de ezek is fix dolgok benne. Amit el kell készíteniük a főzés során, az egy húsleves, egy sültestál és egy süteményes kosár. A hagyomány kialakítása során a tótvázsonyi példát vették alapul, tudtuk meg, és azt formálták a nyirádi lehetőségeknek megfelelően. Az, hogy a közösséghez való csatlakozáson túl a települési értékeket is így már az első pillanatban közelebb tudjuk vinni az újszülöttekhez és családjukhoz, hiszen ezek a családoknak egy része betelepülők, és őket is igyekszünk minél jobban a falu közösségébe bekapcsolni. A települési értékek között van a diótorta, a cukorperec, és a komakosárban kapnak helyet a helyi ételek és kézműves termékek. Van egy kisüzemünk, egy gyümölcs és zöldségfeldolgozó kisüzem, ahol lekvárok és szörpök készülnek. Ebből mindig két terméket próbálunk a kosárba biztosítani, illetve kenyeret sütünk. Ez is egyfajta hagyomány nálunk, hogy az újszülötteket így próbáljuk meg köszönteni. A gondos előkészítés, csomagolás után pedig nincs más hátra, mint hogy elinduljon az autó a lelkes önkéntesekkel, és elvigyék a komakosarat az újszülöttek házához. A szülők mindig örömmel fogadják a közösséghez való tartozásnak e kedves formáját. Hát amikor először hallottunk róla, akkor nagyon meglepődtünk, hogy létezik ez a szokás, és nagyon-nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a kis meglepetésnek. Hosszú távra tervezik, hogy itt élnek Nyirádon? Igen, természetesen. Azt a fajta családi koma kosár vivést és a gyerekágyas anya támogatását tudjuk egy picit pótolni közösségi szinten, ami már nem minden családban él a mai viszonyok között. És ahogy mondtam, ezek a fiatal családok egy része, a szülők nem Nyirádon születtek, tehát ide költöztek, és így azt gondolom, hogy ez a fajta gesztus az önkormányzat, a nyirádi közösség és magánemberek részéről egyfajta kéznyújtás az idekerülő családoknak.